Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék a negyedik videóval, a negyedik vlog videóval, ugye a 200 kiló feletti vlog sorozatunknak. Na most kérem szépen a mai alkalommal szintén Tamáskát fogjuk felvenni, elmegyünk hozzánk otthoni edzést végezni. Szerintem kinti edzés lesz, viszont most főként súlyzós edzés lesz, és a végén lesz box. Úgyhogy most felvesszük Tamáskát, aki új a csatornában, az pedig iratkozzon fel. De nem is pofáznék tovább, vágjunk is bele! Szevasztásom, mi a helyzet? Jó vagy? Na. Beszéltem faterommal. Na, beszéltem fateroddal? Jó, így minden? Persze, örülöm ennek, hogy haladok. Elkezdtük, na jó van, tesó, szevasz. Hoztam neked valamit. Találtam fehér repot. Csapassad, figyelj csak, nem a csokis ízesítésű, az ilyen... Rak csak vissza majd a végén. Meg figyelj csak, egy sékert hoztam, mely neked itt lesz, jó? Séker. Oké, köszönöm. Oksim? Szuper. Mi a helyzet amúgy veled? Minden rendben van, minden rendben. Felvírtál kelni? Már bocs, egy kicsit késtem csak. Felvírtam kelni, én mindig talpon vagyok már 6-tól. Reggel mész mindig boltba? Általában mivel 8 után nem lehet, vagy 9 után. Aha, figyelj csak, ezt akarom pont kérdezni, hogy ez a bolti dolog, ez hogy van? De... 9-től 11-ig hétköznap, 8-tól, várj már, nem. 9-től délig hétköznap az időseknek, hétvégén meg 8-tól. Ez mindenre vonatkozik, az összesre a virágboltokra és minden? Azért, mert én is anyámnak kéne venni virágot, mert névnapja van. Itt van a virágbolt, Ádám. Itt van? Igen, csak itt menjen fel. Na, kéne venni virágot. És csak pont itt van. Itt meg is tudsz állni gyorsan. Na hát megvan a virágcsi. Medinilla. Mindig van már új. Szerelem virágának mondják, de hát édesanyámnak vettem, úgyhogy nagyon van, ez hátrakó szerintem. Bocs, van akkor kis fel van itt. Semmi gond, én elfélek bűven. Okay. Én mindig inkább valami édességet, vagy valamit szoktam benni névnapokra. Mert azt legalább az ember megeszi. Hát anyám nem ilyen nagy édességes igazából, hogy föltól mit szeret? A keserű csak itt szeret, én mondom föl. Ezt a 60-70%-os mi? Hát, ja, igazából a 80-90%-osokat csípi. 90? Hát azért mondom, hogy olyan keserű, mint a picsa. Jó is, az elvileg jó tesz az egészségnek a keserű csak. Hát, mit tudom én. Ami nincs, hát ilyen. Ami tényleg keserű csak ki, az amúgy, ja, azt amúgy azt mondják, hogy egészséges, de az ember ilyenkor túl terülésze és túl sokat teszik abból, ami egészséges. Tudod milyenek? Értem, én mondjuk pont nem ilyen vagyok. Én akár egészség és akár egészség, tehát leszek egy fix mennyiségét, az kész. Végül, figyelj csak, súlyzót még nem, de tárcsát hoztam neked, súlyzó tárcsát, azt el is tudod majd vinni. Két darab, 2,5 kiló súlyzó tárcsa. Mindent a végén áll, minden ért a végén. De köszönöm szépen. Szívesen. Nem, az... Mindent áll? Nyugodtan mert a jaj. Mindent van az ura? Megszokás volt már. Jaj. Na szóval akkor beszéltél fateroddal, hogy elkezdted. Tudja ő amúgy, tudja ő. Hát a faterom az egy nagyon kemény ember. Igen? A vascsövet rácsapnád a karjára, meghajdaná a vascs. De szóval támogatnak ebben, nem? Jó. Fogyásban, nem, igen? Nagyon régóta mondják, hogy kéne. Figyelj csak, hogy volt ez a, amikor voltanám kb. 2 évvel ezelőtt, utána te abba hajtad az edzést teljesen? Vagy ez hogy nézett ki nálad? Hát igen. De miért? Azért fogytunk együtt is azért, érted? Aztán most csak ugye átáll annyi idő után, vissza, vagy... Figyelj, mert olyan szinten nem hisztem vissza, mert mindig volt mit csinálnom, érted? Annyi dolgom meg bajom volt. Figyelj, majd ezt a fehérjességet, ugye írtam neked napi egyszer, ez amúgy olyan desszertnek is jó lesz, majd fogod látni, hát, amúgy finom is, édes. Ittam már ilyet, általában. Ittál már ilyet? Teremben? Ja. Hogy ne? Hát akkor beleteszed egy ilyen kis kanyányit, vízzel, ízzel, összedolgozod, az olyan, mint a turmix a fitnál. Ez így van, hogy turmix. Akár shake összerászhatod, vagy akár turmixgélben rakod, berakod, és akkor úgy. Igen, lehet, hogy beledobok pár gyümölcs darabot. Ja, írtam az erdő gyümölcsöt, teheted bele, ugye? Az erdő gyümölcs, vagy esetleg almát tehetsz bele. Szoktam. A banánnal vigyázz, van sok kalória. Azt nem mindenkinek írom.
a baránt bele, mert nagyon változatosan eszem a gyümölcsöt, minden nap más. De ezt a szabályozást sem értem, mert most elvileg az van, hogy nekik meg kell hagyni ezt a sávot, elvileg. De viszont ők mehetnek akkor bármikor? Igen, tehát pont ezt mondta tegnap, hogy nem érti ezt a szabályt, hogy 9-től délig, vagy meddig. Mi nem mehetünk, de az idősek mehetnek bármikor. Igen. De igazából kiválaszthatják, hogy ha biztonságban akarnak menni, akkor 9-től délig. Ha nem biztonságban kockáztatnak, akkor mehetnek bármikor. Ennek túl sok értelmét amúgy én nem látom. Maga az idő amúgy korrekt a véleményem szerint, mert legalábbis hétköznap ugye az ember megy dolgozni, hajnalban megy boltba, meg ilyennek, bevegózni magának a kis péksüteményét, meg kis inivalóját, azt kész. A 8-tól meg a kutyát nem zavarja, a 9-tól meg a kutyát nem érdekli, hogy mennek-e vagy nem, mert mindenki intézi a dolgát. Uh-huh. Viszont a hétvége az a nagyon rossz, érted? Ma az ember alszik 7-ig már, akkor 8-ig, nem 6-kor kell. Ugye az ember olyan, hogy szereti előre letudni a dolgát, hogy elmenni akkor bevásárolni, aztán mit tudom én, megcsinálja a dolgokat, aztán pihen. Csak ez így nem megoldható, érted? Ja, abszolút. Na hát ezen a második edzésünk. Harmadik edzésünk. Kardióval kezdünk szintén, és most nem a fülbe fogunk futni, hanem itt már esett az eső. Illetve súlyos edzéssel kezdünk, aztán megyünk majd boxra. Ugye Tamás? Mit szeretnél edzeni ma? Lábat, hátat, vagy mi a gyere? Lábat nem, mert mondom, úgy csúszik lábat ez a nem? Járólap, ez a járólap úgy csúszik, hogy biztos, hogy el fogok esni. Illetve ilyen fejpántot vettem, úgyhogy majd lesz ilyen fejkamerás rész is. Evezés lesz. Úgy. Evezünk, azaz. Evezés, ugye ezt csinálhatnánk egyensúlyoddal is, de most nem fogjuk. A hűtőből kérsz valamit? Hűtőből? Nem, nincs amúgy. Ez ilyen nyári hűtő, nyáron szokott benne. Nyáron szokott benne lenni ilyen egy-két dolog. Mellé zabálni, mert félek, ha viccolnak a nézők. Hogy elküldjenek tehát... egyre a picsába. Emiatt nem merek mellé zabálni. Nem csak Tamáson belül, itt szerintem nagyon sokunk jobb a teremben edzeni, mint otthon. Több inspiráció van az embernek, ezzel egyet értek. Tamás is várja, hogy már visszamenjünk a terembe. Nem? Hát... Ha nem értem, még 2 hét. Ha minden úgy alakul, ahogy eltervezzük. 2 hét, aztán mehetünk vissza. Gépekkel edzeni, meg tudod ott benne a terembe. Nem merek beleszólni a mondandóba. Nem merek beleszólni a mondandóba, mert már egy bunkó paraszt tartházinak el vagyok könyvben. Nem. De ugyan. Na ez az a következő, csapassuk. Elkezdjük a boxot csinálni, aztán majd kihívjuk... Dobd fel a kezed! Aztán majd kihívjuk Dávidkát, jó? Legyél kemény, dobd fel a kezed! Utána majd tesó neked megtartja az edzést. Tessék, ezt addig húzd fel. Öcsém, ez a kettő, tiszta. A kedvenced mi? A legjobb, hát még azóta izzadt, mióta legutóbb rossz. Bali. Még azóta nem szárad meg. Tamáska, Dávidka. Nem tudom, igazából ez egy becézés. Igen, de ez a becézés csak az egyik legkezelőbb fajtája. Akkor hogy hívjunk? Nem, Tamáska. Nem. Tudod, kiket szoktak így hívni a gyerekeket? Az ilyen 6-8 év, és akkor bandik a gyerek, gyere ide, kész az ebéd, meg... Na jó. Na jó van, oké. Okay. Phil. Ha nem kell változtatni, mert már megszokták a nőket, hogy én vagyok. Igen. 200 kilós szőrös Tamáska. Távol itt vagy, tesó?
Nézd, ki a tízével fülesre beszarok. A srácok, aki nem ismerné, Dávid Kaltesom, ő fogja tartani a boxedzést. Úgyhogy ő a boxoló a családból, úgyhogy ő tartja Tamáskának az edzést. 20 perc, csapassad Tamás! Hát, edvés az megvan, legyünk be, kicsit kajálni. Annos. Te már reggelisztél, ugye Tamás? Hát, csináljunk, hogy ilyen fehérgyet. Köszi. Egy fehérséget csinálok neked, ez jó, tehát pozitív, jó? Hajtott, zárjuk azt. Gondoltam. Na és akkor holnap meg felveszünk tesómmal az átalakulását majd. Ő is csinált egy 6-7-es szálkási tesó, úgyhogy majd fogjátok látni az ő átalakulását is. Meg egy séket csinálunk Tamásnak. Jó? Mindig kaptam 7-es terüben. Na, csak bele. Nice. Na hozd ide a fehérport akkor. Most, ha kinyitjuk ezt a nagy vizét, akkor... Kinyitjuk, azt a séket megcsinálom neked, jó? Profizikes séket. A paradicsom. És igazából ennyi. Hopszé! Az a majd már kiesett a izé. Most milyen órádon amúgy, Dávid? Az a legjobb. Én Doriból mindig ötös voltam. Én is ötösen. Meg mindig is érdekel. Azt mit tanultok? Kérdezik a foglalás. Világválság. Mennyi ideig csinálod tépet? Hát ameddig sikerül. Nem, hát... Hány hétig vagy hónap? Hát ez neki olyan, hogy le kéne fogynunk 100 kilóra, tudod, hogy most... Nekem a diéta olyan... Ő most hány... most ilyen 200 körül van most. Már azért benne, már jóval lejjebb. Most már lejjebb vagy, mint 200, jó? Jó, hát figyelj, amikor legutóbb mértünk, már akkor sem voltam annyi, és az nem most volt. Figyelj csak, Tamás, rántotta, omlett, vagy tükörtojás szeretnél lenni? Ez omlett, düflomás. Paradicsomot szereted meg ezeket? Jó van. Minden. Jó van. Hozzunk neked paradicsomot, tojásod mindjárt megcsináljuk, alá, figyelj, tükörtojás legyen akkor, vagy omlet? Rántottad? Jó van. Opszi. Azért mondom, hogy épp hogy elkaptam megint. Na jó van. Tudok valamit segíteni, vagy ez a... Hát figyelj, ha amúgy tudom, mit kéne, akkor felvágni ezt a ízét, zöldséget. Ezt vágnál fel magadnak, nézd csak a... Parit. Azt a... Csinálod? Annyira idegenben vagyok itt amúgy. Igen, tudom. Meg mondom, nem akarok, ha most elkezdek itt zöldséget felvágni, akkor én felvágom is leszek. Csak izé, ezt a parit kéne neki felvágni. Ja, izét megcsinálod, jó, köszi. Na jó lesz az.
Tehát az edzés készen van, hozzuk Tamást vissza, haza, ugye? Miért mondtál az előbb? Mi, hogy tök kényelmes beszélni. Tök kényelmes kocsi? Azt mondta, hogy a sportkocsi, az tök kényelmes ez a sportkocsi. Ez nagyon pozitív, mert Petra drága mindig panaszkodik ugye ezzel kapcsolatban, úgyhogy ennyi. Ami kényelmes, kényelmes, nem? Következő héten akkor viszont kicsit más videót fogunk csinálni, ezt beszéltük Tamással ilyen. Persze, elmegyünk izé. Túrázós, vagy valami ilyesmi. Elmegyünk ide velekedni a izé kocsmába, meg minden. Kis testedzés. Tehát ilyen túrázós videó lehet, hogy Tapolca, vagy valamilyen, nem ilyen? Hát... sétálós, kardioedzés szerűség lesz. Megyünk addig, ameddig sikerül. Ha ki tudunk sétálni Tapolcáig, akkor oda. A Hidefüledig, akkor amúgy, oda. Amúgy elsétáltunk akár az egyetemhez is. Egyetem? Persze, hogy nincs, hát 5 perc alatt ott vagyok. Kisétáltunk amúgy Tapolcára. Jó volt az út is, minden. Jó, összehozzuk. Az is egy jó ötlet amúgy. Ez egy jó egymás óra szerintem sétál. Mennyi? Hát az van egy óra szerintem. Jaj, de hogy van, adjad meg. Oda? Azért mondom, hogy nincs. Hát régen, amikor mi 230 kiló voltam, 235, akkor is volt olyan, hogy minden nap lement. Volt olyan hét, hogy minden nap lesétáltam Tapolcára. Vannak olyan napok az úton, mint a mindenki rajtad kívülbe lenne baszva. Tényleg ilyen programokat kell ezt kitalálni. Most, érted? Hát mondom, ha gondoljátok, szavazatok, majd megsátszok, hogy hova menjünk, vagy hogy mit csináljunk, de... Na ez sem rossz ötlet, mondjuk mit tudom én, kiérsz ilyen 5-6 lehetőséget, és jó, mondjuk a közönség megszavazhatja. Na. Hát akkor csináljuk így, akkor a közönség megszavazza. Csak azt kell megtudnunk, hogy milyen opciók vannak, azt viszont találd már ki. Gondolkozok egy kicsit, mondjuk ide le a városba. Beszéltük a Tapolcát. Lilafüred, Tapolca, a belváros, akkor mondjuk... Milyen, hol vlogoljunk, az a kérdés igazából. Szavazzátok meg, komment szekcióljátok le. Hát, hogy beugrok még majd itt a privátba. Kell neked onnan valami most, hogy otthonra? Semmi. Itt dobjál ki valahol, vagy mit szeretnél? Nem, majd lentebb egy. Jó. Na, szálljunk addig ki. Azt mondjuk... Na srácok, két is lennénk a negyedik vloggal, köszönöm szépen, mert köszönjük szépen a figyelmet, akinek tetszett, az csapasson rá egy lájkot, ossza meg és kommentbe írja már le, hogy milyen videót szeretne látni, pontosabban, hogy milyen vlog videót szeretne látni. Hol menjünk vlog videóban majd túrázni, vagy sétálni, Tapolca, Lilafüred, esetleg itt a belváros Miskolcon valahol, vagy a népkert esetleg, mindegy, úgyhogy a következő videónál, a következő edzésnél amolyan kardioedzést tervezek Tamással csináltatni, ugye főleg inkább ilyen kardiomozgás, úgyhogy ez a terv. Aki szeretne segítséget kérni fogyásban, szálkásításban, tömegnövelésben, vastagításban, az küldjön e-mailt az aramtori96@gmail.com-ra, vagy látogasson el a weboldalamra, ami az aramtori.hu. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, peace!